Lakóhelyem egyre kulturálatlanabb. A Váci utcai idegen nyelvű könyvesbolt helyén Matyó Gicsbolt van, a Cserépfalvi féle gondolatkönyvesbolt is Matyó Gicsbolt, a Csontvári galériát egy maffia kávéháza alakította, a japán turista láthat kortárs művészetet a belvárosban, kívánom, hogy a Nádor Galéria hosszú életet éljen. A műterem a 6. emeleten van, ez egy 100 éves ház. Irányi utcára néz az ablak. Ha lenézek az erkélyen, 4 darab tájmasszást látok. Ez nem kulturális fejlődés. Mindenki azt mondja, hogy másutt is ez van. Nem, hát mi állítólag a kultúránkban különbözünk, azért jönnek ide külföldiek, a fiatalok is. Bár jönne divatba az, hogy itt az utcában 4 galéria lenne, egy kerámikus, egy részkarcos, egy szobrász, egy textilek, kosárfonó. Ez egy Krisztus figura, ez is részkarc. Abból egy részlet. Ez elég régen készült, hát a könyvistán 20 éves. Most mindenki Krisztust rajzol, én ezt régen csináltam. Az élet maga egy szenvedés végül is, bárhogy nézzük. Megszületünk, dolgozunk, aztán meghalunk. Ez az egy demokratikus intézmény a Földön. Ez a Szép Művészeti Múzeumban van a téma, egy gótikus fa faragvány, aminek a kezei már eltűntek. És ez olyan hatással volt rám, bár református vagyok, ott ugye nincsenek szobrok. És ezt megrajzoltam vaslemezre, mert a részkarcot lehet vaslemezre is csinálni.